eleink, őseink mindig is feldolgozták a kendert, és abból készítették a háztartási textíliákat, viseleti darabokat. Többféleképpen díszítették a szőtteseket, főként a szedett technikával és a csipkeszövéssel készültek a beregi szőttesek. A II. Világháború után a kb. 60-as évek tájékán Antonik Nik Polonyi Katalin, aki a Ukrajna érdemes népművésze lett, a helyi kolhoz irányítása alatt összefogta az asszonyokat, és a 70-es években 30-an szőttek, fontak, nagyon nagy mennyiségű kézimunkákat készítettek, kimondottan a beregi mintakincsből, amelyet a régi textíliákról, abroszokról, kendőkről rajzoltak le, mintázták meg, és alkották meg a mai beregi szőttes hagyományt. A diákok nevelése fontos volt, hogy utánpótlást neveljünk, és 1979-től folyik a szövés oktatás a nagyberegi középiskolába, 7 esztováltán. Régen egy-egy minta található meg a kendőkön vagy az abroszokon. Az akkori 60-as, 70-es évek ízlésének megfelelően egy kicsit bársonycsikkal, kisebb mintákkal dúsították, és így alakult ki a jellegzetes beregi szőttes kincs. Mindezek a mintadarabok, a csillagos, a mértanias motívumok, a főként növényi ornamentikák, tulipán, nagyon sok rózsa, számtalan változata, a szegfű számtalan változata, gránátalma, a jellegzetes farkasnyomos minta és a rákóczi minta, ez mind-mind megtalálható a régi beregi kendőkön és abroszokon. A tiszta fehér kimondottan ünnepi alkalmakra, vőfélkendőkön alkalmazták és függönyökön. Nagyon kevesen tudták, titokba tartották magának a készítési technikáját. Egy azsuros szövéssel készül, tulajdonképpen a szövőszéken a szálakat, a láncvonalakat csavarjuk át, és azok közé vetjük be a vetülékfonalakat. Ez nagyon érdekes és szép technika, ma már elég sokan megtanulták készíteni. Két nyüstös esztovátákkal dolgozunk. A két nyüsttel tulajdonképpen három technikát tudunk kialakítani. Ez a szedettes, ami szedőtűvel szedjük ki a láncvonalak közül a mintázatot, és egy szedődeszka segítségével vetjük be a színes fonalat a láncvonalak közé. Így alakul ki a szedett minta, vagy a csipkeszövés, amikor a szálakat besodorjuk, és úgy csak fehér cérnával szőjük a mintát. Ezek főként rózsa motívumok, három olyan jellegzetes motívumon, amelyet ezeken a vidéken alkalmazunk. És van még egy úgynevezett darázsolás, amelyiknél végig az egész terítő folyamán deszkát kell tartani, és egy ilyen bárcsonyszerű, áttört, nem sima felületet kapunk. Ezt is nagyon kevesen alkalmazzák. Van egy mintahálónk, és a mintaháló egy-egy négyzet, egy-egy egységet alkot. Attól függően, hogy milyen léptékbe akarjuk készíteni a motívumot, úgy 3-4, esetleg több szálat alkalmazunk. Régen főként 4 szálat alkalmaztak, hogyha a minta úgy kívánta, akkor 2-t, 1-1 szálat, és nagy felületeknél alkalmazok a lefogató szálakat is azért, hogy tartósabb legyen a kézimunka, mosáskor, vasaláskor ne szakadjanak a szálak. Nem csak szimmetrikus motívumokat alkalmazunk, mert a növényi mintáknak az öme az aszimmetrikus, tehát legyen az a tulipán vagy a szegfű, esetleg a minta megismétlésével, visszaforításával alakul ki a szimmetrikus maga diszipmény.